Degenerált osztály. És a helyes válasz a B. Nincs sok időnk, majd elmondom úgy közben, de előtte még szükségünk lesz rá is. Benne vagytok? Elsőrért! Ez egy komoly arc szerinted? Ez egy vicc, nem egy gangster. Jasser, lábhoz! Igen, gazdám! Nem ugat, dolgozom! Működik ez még? Próbáljuk ki. Ah!
Állj! Kilénynek vagyok. Most velem kell jönnötek. Mégis mit akarsz egyedül? Szervusztok, gyermekeim! Arra ugyantok a kellemetlenségek. Tulajdonképpen ki maga? Én vagyok a keresztapa. Don Huszi. Nyuszi. És mit keresünk itt? Tudjátok, amióta Szesztilan van az iskolában, tulajdonképpen nem is megy rosszul a sorok. De mióta ez a nő hatalomra került, igazgató lett, csökkentek a bevételei. És ráadásul a családomat is megsértette. Monfili, Stefano Minor. Ez a nő lesz az ellenfeled. Baggio Lazzaro, quattro formaggio, Inzaghi, Gattuzzo, tutti pasta, dolce, Gabbana. Na de térjünk az üzletre. Ti megtesztek nekem egy szívességet, és talán én is megteszek nektek egyet. Hát ez fantasztikus. Már megint egy szívesség, pedig még az előzőt se teljesítettük. Srácok, nem kérek sokat. És cserébe visszaadom a táskát. Ami a miénk! Hallom, rendesen elértéztetek azt az arcot. Figyeltettelek benneteket. Mert kelletek nekem. Elegem van belőletek. Menjetek, aztán nyírjátok ki az igazgatónőt. És utána kinyithatjátok a táskát. Ami pontosan mit is tartalmaz? Az a táska örökre megváltoztatja majd az iskola életét. Elküldöm veletek a keresztfiamat, hogy biztosan megcsináljátok a munkát. Nem ti vagytok az elsők, akik én a táskáért mentek. A keresztapa már rengeteg különleges ügynököt küldött a nő személy ellen. De mind elbuktak. Közönséges tanárok lettek. De vigyázzunk kell! Keresztapának van egy beépített téglája a házon belül. Ha ő végzi el a piszkos munkát, minden az övé lesz. Kupak tanács! Akkor most mi legyen? Vigyük el a táskát és a tartozás letudva. Aztán tegyük el lábalól a nő szemét és a másik tartozás is letudva. És utána kinyithatjuk a táskát, amiről azt se tudjuk, hogy mi van benne. De az a tag tudja, hogy pénzt értett a szívességen. Csináljuk meg! Csináljuk meg! Mehetünk! Ez az én ügyem! Takarodjatok innen! Akkor nem lesz semmi bánat! Igazgatónő! Don Huszi Nyuszi üdvözletét küldi! Most már akkor lehet a béleszabad? És utána kinyithatjátok a táskát. Köszönöm, keresztapa, hogy megváltoztattad az iskolát. Eltőle takarja az ebédlőbe. Nem kell sorban állni. Eltörölted nekünk a szesztilalmat. Szabadon fogyaszthatjuk a sört és a viszkit. Ezért örökké hálásabb leszünk neked. Talán egyszer majd kérek egy szívességet. Talán nem. De tudod mit? Szavazz a béret!